a kerti kalendárium szaklap, amely olyan kertészkedőknek szól, akik saját kertjükben a család ellátására, vagy helyi piacra termelnek, vagy hobbiukat egy kicsit nagyobb léptékben űzik. Ők nem feltétlenül iskolákban vagy egyetemeken tanulták a kertészkedést, de őnekik is szükségük van olyan szakmai információkra, amire hagyatkozhatnak. Egyre több a termelői piac Magyarországon, és a piacolás, a piacra járás újból divattá vált. Ezt kihasználva a fiatalok között is vannak sokan olyanok, akik vidékre költöznek, és saját gazdaságot alapítanak, vagy éppen a nagyvárosokban közösségi kertekben termelnek zöldséget, gyümölcsöt, fűszernövényt. Őket segíti a kerti kalendárium hónapról hónapra. Aki a kezébe veszi a lapot, az láthatja, hogy minden kultúrában adunk növényvédelmi tanácsokat, hiszen ehhez kérnek a legtöbb segítséget a termelők. Nagyon népszerűek azok a táblázatok, amik összefoglalják az adott hónapban éppen aktuális károsítók ellen a kiskertben alkalmazható házikerti készítményeket, egy permetezőgépnyi adagra kiszámolva a dózisokat. Nagy hangsúlyt fektet a lap a kártételek megelőzésére és a biológiai növényvédelemre is. Az egyes kultúrákban időszerű teendők mellett beszámolunk egyebek mellett a kistermelőket érintő, őstermelőket érintő szakpolitikai eseményekről, döntésekről, rendelkezésekről, ismertetjük a kertbarátkörök programjait, illetve más olyan eseményekről is beszámolunk, ami érdekelheti a kertészkedőket. A kerti kalendárium évi 10 alkalommal jelenik meg, november-decemberben és január-februárban összevont számokkal. A nyomtatott lap mellett digitális formában is előfizethető a www.magyarmezőgazdaság.hu honlapon, és a digitális kiadásnak köszönhetően nagy örömünkre a határon túli magyarok köréből is egyre több az olvasónk.